Egy év után ismét kóstoló és díjazás volt Komáromban. A Duna aranypárlata 7. évfolyama ezúttal is 5 ország, Magyarország, Szerbia, Románia, Csehország és Ausztria szakembereit vonzott a városunkba, de természetesen versenyeztek a hazai pálinka termelők is, akik a kitűnő nyersanyagot kiváló termékekké változtatják át. Az értékelést a 2016-os év Duna aranypárlata elnevezésű versenyben résztvevő minták kóstolása előzte meg. 230 minta érkezett a hazai termelőktől és a környező országokból. A verseny társszervezője volt a Nemzetközi Gasztronómiai Szakújság, az Epikür is. 50 pontos rendszerben zajlott a szavazás, és most is előfordult, hogy több minta is kapott maximális pontszámot. A degusztációs bizottságnak 16 tagja volt, akik névtelen mintákat kóstolgattak. Az Epikür szakújságért meghirdetett versenyben kizárólag hazai gyümölcspálinka termelők vettek részt, akik nem csupán oklevelet és elismerést vehettek át. A legtöbb pontot begyűjtő 12 párlat tulajdonosa lehetőséget kap arra, hogy bemutassa győztes párlatait és a pálinka főzdéket az újság következő számaiban. A kóstoló után a következő kategóriákban születtek meg az eredmények. Alma, körte, őszi és sárga barack, szilva, cseresznye, megy és szőlő. A más gyümölcs kategóriában pedig az idei év újdonsága is szerepelt, mégpedig az akácvirágból készült gyümölcspárlat. A kiállítás győztese az Ógyalai házi kökénypálinka, a Delícia Destilleria társaság terméke lett. Az ünnepélyes kiértékelés alkalmából a szlovákiai pálinka lovagrend további 2 új taggal bővült. A lovaggáavatás ünnepélyes pillanataira a komáromi erődben került sor. A szlovákiai pálinka lovagrend az elmúlt évek során a környező országokban működő rendek egyenértékű partnere lett. Számos külföldi rendezvényen vesznek részt, melyek kitűnő szakmai konzultációkra, tapasztalatcserékre adnak alkalmat. Emellett értékes díjakkal érkeznek haza nemzetközi versenyekről, és megalapították a szlovákiai párlatok nemzeti szalonját is. Célunk nem az, hogy visszatérjünk a sötét középkorba, ahogyan az néhány egykori tagunk esetében megtörtént. Nem szeretnénk, hogy a pálinka lovagrendünkben meghonosodjanak az önző kétes praktikák, hazugságok és a személyes érdekek előtérbe helyezése, mondta Varga Imre nagymester.